Sziasztok, köszönöm szépen a felkérést. Boldog vagyok, hogy itt lehetünk. Ibolya arra kérte tart egy előadást, hogyan ismerhetett fel a megbízható és jó minőségű masszázságyat. Nagyon büszkék vagyunk, hogy szponzoráltuk ezt a eseményt, és itt lehetünk, amit nélkül azt gondolom, hogy egy hiánypótló. Több különböző konferencián, kiállításon voltunk, ahol úgy hirdették, hogy masszázs, wellness, különböző kiállítás, de leginkább kozmetikusok voltak, akivel semmi gondom is, nem szeretjük a kozmetikusokat is, de a masszázs egyik elsősorban a masszörök munkáját szolgálják, és így nem kaptunk elég visszajelzést, és most rengeteg pozitív vagy akár építő kritikát kaphatunk, ami által javítottunk az ágyék minőségén. Én lennék itt a szünet előtt a reklámból, igyekszem rövidre lenni, és igyekszem legalább olyan izgalmas lenni, mint egy lábgomba kenős reklám, vagy amit kedveltek. Minden esetben 15 percben már most tudom, nem fogok beleférni, ezért előre is elnézést kérek, és hogyha hadarok, az azért van, mert az előadás 20 perces, és most megpróbálom 30 perces, de megpróbálom 20 percbe levelelni, és akkor kezdjük is. Megfordítanám a kérdést, hogyan ismerheted fel a megbízhatatlan és ócska masszázságyat. Írtam össze pár szempontot vagy jelzőt, de bekiabálása, hogyha segítenétek. Ha van ilyen tapasztalatotok, akár saját, akár láttatok másnál megbízhatatlan masszázságyat, akkor mik voltak azok a tulajdonságok, amik tényleg ezt zavartak és nem hagytak dolgozni? Instagram, mikorok, betörik a tetejét, nyekerek, műszörök. Kicsi a fejlődők és hátnak. Kényelmetlen. Keskeny. Közben elkezdem kiengedni őket, mert nagyon hasonlókat írtam fel. Kényelmetlen hozzátenni, hogy általában kényelmetlen masszázsát, akkor mocorog a vendég, megfájdul a derek, a fullad, nyomja a állkapcsát, vagy a Ádám csutkáját, és kozmetikai probléma, de általában megfigyelhetőleg nagyon nehezen mennek haza a vendégek. Persze az is nagyon jó volt a masszázs, és nagyon szeretnek titeket, de meg kell várni, amíg a lenyomat az arcokon elmúlik, és kimehetnek az utcára. Nagyon gyorsan behorpadnak ezek az, hogy kifekszik őket, megkeményedik a kárpitozás, kipattok, kiszárad, és az ajándékba adott kiegészítők, erről majd később mutatok képeket. És akkor mit vársz egy masszázságytól? Bocsánat, már suktam. Milyen legyen a masszázságy, amivel elégedettek lennétek, akkor most már fordítsuk pozitívra, stabil. Teherbíró. Kényelmes, itt volt még egy széles. Könnyű. Szép. Még egyszer kényelmes vagyok. Csendes. Állítható. És ráadásul könnyen állítható. Akkor a stabilt azt mondtátok. Hangtalan legyen használat közben, ne nyikorogjon. Legyen biztonságos, magas teherbírású, csak ismételni tudok titeket, kényelmes, könnyen szállítható, gazdag felszereltség, aztán nem említettétek, legyen arcjuk kivágás, fejpámla, és akkor árérték arányos az a szép és dizájnos után fog jönni, hogy legyen megfizethető, jó árérték arányú. Mindig kijön az első annélkül, hogy akarnak. Hogyan tanultuk meg mi megkülönböztetni az ócskát a minőségestől? Ez egy tanulási folyamat volt, ameddig el kellett, hogy jussunk. Először is saját kárunkban, másrészt pedig a ügyfelünk reklamációnak köszönhetően, amikor reklamáltak, akkor még abban a pillanatban nem voltunk annyira hálásak, utólag viszont nagyon ennek köszönhetően tudunk most már minőséges asztalokat kínálni. És akkor nézzük a történetemet. 2011-től nem mondanám végig az életrajzomat, mert hosszú lenne, és nem biztos mindenkit érdekel. De hogy akkor kezdtem egy svéd masszázs, klasszikus olajos masszázs tanfolyammal,
Álljak arrébb, vagy vesek, ropog, vagy jó? Így jobb lesz? Jó. És ez az első ágy, ami ott látható, egy fekete ágy, egy szupermarketben vásároltam. Körülbelül egy hónap után visszavittem, amikor én azt hittem, hogy eznek nyikorognia kell. Tehát, hogy ez nyikorog, hintázik, gondoltam, ez valami plusz jó effekt. Elhintáztatom, elindatom a vendéget, de akkor mondták, hogy többen szédülnek rajta, ez zavarja őket az a nyikorgó hang, akkor gondoltam, mégis visszamegyek, megkérdezem, hogy ez normális-e. Hál' Istennek visszaadták a pénzemet. 11-től 18-ig sok idő telt el, és lehet, hogy más is szenved ebben a betegségbe, más is hozzám hasonló tanfolyam függő. Vannak ilyenek, nem? Nincs, akkor csak én. Tehát, hogy nem, ezzel nem lehet leállni, nem? Tehát, hogy annyira érdekes, hogy mindennel akar az ember tanulni, és azonnal használni, alkalmazni, és rögtön kérnek egy másik tanfolyamot, ami még annál is érdekesebb, és hozzá is el kell menni. Úgyhogy így mentem végig a tájmasszázson keresztül a kraniosakrális terápián át a tesztobrácok, manuál terápia, amit lehetett, azt tanultam, próbáltam, gyakoroltam. Legutoljára tavaly a első előadónál Gellérnél kezdtem a rendszerbiomechanikát tanulni, és mindenkinek ajánlom, hogyha írt tanfolyamot, és nagyon sokat kellett őt erre biztatni, mert rengeteg vendége van, akkor azonnal menjetek és használjátok ki. Mert nagyon értékes tudás, és azt gondolom, hogy Gellért nagyon gyorsan újra Amerikában fog kikötni, úgyhogy addig kell járni a tanfolyamot, amíg otthon van. Annyit még a ágyakkal kapcsolatban, hogy a második ágyom az egy Magyarországra beszerzett ágy volt, amit egy osztálytársam vásárolt, és mondta, hogy én is ilyet vegyek, és kipróbáltam, és tényleg gyönyörű volt, sok szép színben elérhető éke volt a masszázs teremnek, de idővel kiderült, hogy használat, intenzív használat közben egyszerűen feladja, és ugyanúgy elkezdett nyikorogni, hintázni. Azt is le kellett cserélnem, és így teltek, múltak az évek, közben azt a magyarországi masszázságyat elkezdtük forgalmazni, és miután egyre több negatív visszhang jött az ágyakra, főleg intenzív használat mellett, mert egyébként kíméletes egy-két masszázs hetente rendben van egy ilyen egyszerű bágynak, de hogyha intenzíven használják, és ki profimasszörök adtak, hogy ebből éltek, akkor nagyon gyorsan kiderül, hogy az ágy nem tudja azt, amit deklarál a gyártó. 14-ben kinőttük az irodát, és egy nagyobb többszintes épületbe költöztünk, aminek a földszintén indítottunk egy masszázsiskolát és egy jóga stúdiót, aminek köszönhetően, és a tanároknak köszönhetően, akiknél tanultam és sorba visszahívtam őket, ez a másik hobbim a tudás megosztás. Szeretem összekapcsolni a tanáraimat a ismerősi körömmel, mert egyszerűen akkora izgalom van bennem, hogy ezt a témát tanultam és használtam, és működik, azt mások is csinálják. Ez inkább hobbi, de a mellékes pozitív tapasztalat az volt, hogy egyre több visszajelzés érkezett a tanároktól, a diákoktól, és sikerült eljutnunk a mai napra ahhoz a minőségi kategóriához, ami megbízható, és nagyon ritkán érkezik csak reklamáció, csak a jogás képek. És akkor mik is ezek a tanulságok, amik év alatt megtanultunk, és amit szeretnénk nektek átadni, hogy tanuljatok a mi hibánkból, ne kövessétek el ezt a hibát. Ugye igazából is vásároltuk ezeket az ágyokat, hogy továbbadhassuk, tehát hogy ahogy ti veszitek az ágyokat, és úgy vettük csak egyenest a gyártótól. Nagyobb mennyiségben így több hibával találkozhattunk. Általában egy-két ágyon annyit vesztek a karrieretek során, de rajta több száz ágy futott végig, és így egy nagyobb mintával tudom meríteni, és tudok mutatni nektek példákat. Tehát első tanulságunk az, hogy ami a fotókon csodaszép, hála a első osztályú stúdiófotóknak és utómunkának, az nem biztos olyan szép, amikor megérkezik. Itt van egy ilyen ágy, direkt kitakartam a logót, mert elérhető az ágy Magyarországon is. Mi már nem forgalmazzuk a következő képeken bemutatott hibák miatt, de nem szeretnék semmilyen márkát véletlenül távol álljon, hogy lehozzak, hogy kitakartuk a logót.
És akkor nézzük meg, hogy hogy néz ki a valóságban ez a szépen festett láb, amiről már ahogy megérkezett, kopott, ütött lapkozás volt. És a bőr az általában be volt nyomozva, le volt sértve, be volt horpadva. Így után kénytelenek voltunk ezeket az ágyakat átnézni és azonnal visszafordítani azokat, amik nem feleltek meg. Természetesen nem mind ilyen volt, de elég sok, és nem akartuk, hogy ez felénk ilyen ágyakkal találkozzanak. Úgyhogy amit a gyár nem nézett el a minőség biztosítást, hogy csak olyan ágy kerüljön ki a kezeik közül, ami első osztályra azt nekünk kellett, de ebbe belefáradtunk. A második tanulság az volt, hogy mindenki, ha megnézitek, az összes gyárka azt kérje, hogy 200 plusz fölött van a terhelhetőség, de akkor hogyan tud beszakadni a fúrni elemez, hogyan tud kitörni az ágyat, tehát hogy nincsenek 200 kilós vendégeitek. Lehet, hogy vannak 100-120 és még rányújtak 50-60 kilóval, de akkor sem. Általában nem lévitek túl a 200 kilót, mégis ezek az ágyak így néznek ki egy intenzívebb használat után. És ez ugye már nem csak az esztétikumról szól, hanem a biztonságról is. Tehát az a vendég, aki alatt összeszakad az ágy, az nem valószínűleg, hogy visszafogozzátok jönni egy következő masszázsra, már akkor sem, hogy felecseréltek egy első osztályú ágyra. Jobb esetben nem terül be titeket. Ezeket az ágyakat mi reklamáltuk, és akkor általában azt kaptuk vissza, hogy egy pontos terhelés történt, és nélkülkezően nem érvényes a garancia, mivel az ágyra egyenletesen lapjában kell ráfeküdni, nem tudom, hogy ezt valaki esetleg próbálta-e, hogy ez lehetséges, így próbáltam. Mert hátul nem látom, hogy egy ártó, vagy a beszállító mutatta, hogy nagyon szép a egyenletesen az ágyra, és a lábakat lehagyva, leengedve, felszállni is minimális nyomás kifejteni az ágyra. Nektek nem kell elmondani, hogy a vendégek nem így dolgoznak, hanem azok jönnek, és akkor megjöttünk, és akkor jönnek térdel, bönyökölnek, mindent elkövetnek az ágyon, hogy tönkre tegyék. És hogyha szépen megtérjétek őket, akkor még lehet, hogy aznap igen, de másnap újra ezt elfelejtik, és újra belekölnek, bönyökölnek, beletérdelnek. Hogyha nem elég éves a fúrni elemez, akkor viszont össze fog horpadni az ágy. Úgyhogy a gyártó nem fogadta el a reklamációinkat, viszont nem tudtuk tartani az arcunkat az ügyfelelőt, úgyhogy visszaírtuk az asztal, kicseréltük a fúrni elemezt, visszaküldtük neki, hogy rengeteg kár származott ebből, lehetünk, hogy nem érdemes ezekkel a márkákkal foglalkozni. A harmadik tanulság, hogy a képeken minden ágy szikla szilárd és atomstabil. Meg sem moccanik, látjátok? De nézzük meg használat közben. Még mindig stabil, mert nem indult el a videó, de most már. Jó, tehát, hogy ez a nittekkel megerősített, vagy inkább kirazított szerkezet általában alkalmatlan arra, hogy stabil masszást végezzetek. Itt egy másik, ez is, és nézzétek milyen szilárd, stabil. És akkor nézzük használat közben. Rendszeresen találkoztunk azzal, hogy egyszerűen a gyárba nagyobb lyukat fúrtak, mint maga a csavar, így esélytelen, hogy ez tartson. És általában arra jöttünk rá, hogy minél több csavar és mozgalkatrész van a ágyba, annál kisebb a esélye, hogy az ágy stabil legyen. Úgyhogy egyre inkább áttértünk olyan szerkezetekhez, amik kimondottan a alovázosoknál hegesztettek, tehát hogy nincs is esélye arra, hogy megmoccanjon. A negyedik tanulság, hogy az ajándékba adott kiegészítőket, bár be sem kapolták volna, általában minket is úgy szedtek rá, hogy de jó ez az ágy, minden van hozzá, fejpárna, kéztartó, előső kéztartó, táska, minden, amit el tudtok képzelni. Amikor megérkezett, akkor láttuk, hogy például a tépőzár nem passzol, hogy megnézzétek azt, hogy
sokáig kell hagyiratni térbe, hogy úgy kijöjjön. És hát szó se róla, hogy nagyon, nagyon kényelmetlenek voltak. Rendszeresen behorpadva érkeztek, vagy használat közben nagyon gyorsan csak megsértettem a szőr a combjával és felhasadt. Olyan vékony volt rajta a bőrréteg. A táska is, mert tapasztaltam már valami kötöttig találkozott ilyen ágya, hogy az első váravételkor a földre szukhan, mert nem bírja a füle, szét mozsolódik a varázs, a lábaknál kiukad a táska a hátsúlyától és a éles lábaktól. Leginkább jók ezek a táskák arra, hogyha nem hordozzátok az ágyat, hanem véditek a porttól, leteszitek a szekrény mögé vagy a ágy alá. Nagyon jók ezek az ágyat. Személyes kedvencem. Valaki, aki látja, hogy mi a gond. Ezzel volt a legkisebb gondunk, mert leszereltük a harmadik szívzárkocsit, és volt egy tökéletes táskánk, és volt egy pótalkatrészünk a következő táskához. Jó, ötödik, és végső tanulság, hogy mi az első napon szép és kényelmes, nem kell, hogy holnap is az legyen. Tehát sokszor tényleg azt kapjátok, amit a képen láttak és megrendeltek, de hogy elkezditek használni, akkor a bőr nagyon gyorsan kiszárad, megkopik, berepedezik, főleg a varázsoknál szétválik, és hát nem valami esztétikus ilyen asztalra fektetni a vendéget. Ez az első benyomás igazából, amikor bejön a stúdiótokba. Jó, és akkor hogyan jutottunk el a fagból is a haviszárjukig? Sokáig jártunk és kerestünk. Újabb és újabb gyártókat, amíg nem találtunk olyan minőség biztosítási rendszereket, amik garantálják azt, hogy az árnyaknak minden egyes alapanyagát már a gyárba érkezéskor bevizsgálják, fokozatosan tesztelik, csak első osztály alapanyagot használnak, és mielőtt elhagyja a gyárat, az ágy újra tesztelik csomagolás előtt, hogy a masszőr biztos első osztályú terméket kapjon. Itt csak pár kép, hogy a fának például a nedvességtartalmát, vagy a fémszerkezeteknek a vastagságát, erejét, vagy a csavaroknak a erősségét, hogyan tesztelik a szivasnak az elaszticitását, a gyúlékonyságát, vagy a deformálás elleni tartóságát, hogyan tesztelik a fabulón egy különleges dolog, szintes kárpítozás van, hogy úgy szabályosan kínoznak minden egyes tesztelésnél, hogy magas százalékú alkohollal súrolják, és akkor se engedi el a festék, és nem szárad ki, nézik a felületén, ne legyenek semmilyen hibák. A habisznál külön regisztrált minőségbiztosítási rendszerek vannak, amik biztosítják, hogy a legfontosabb, hogy soft és quiet, tehát hogy halk és csendes használatot biztosítson, illetve strong and safe, hogy erős legyen és biztonságos az asztal, illetve különböző egyéb rendszerek vannak, amiben nem szeretnék elmerülni, szerintem erősen kiszaladtam az időből. Három asztalt hoztunk el most nektek, amit majd a szünetben beszélnék róla bővebben, egy kezdő kategóriás unót és egy luxus kategóriás guru plusz ágyat a fabulótól, illetve a habisztól pedig a legújabb csúcskategóriás modelljét, a smartot. A habiszokról csak annyit, hogy ezek kézzel készülnek. Lengyelországban voltam a gyárat meglátogatni, tényleg nagyon odafigyelnek, hogy amiképp éppen a krakói tévében néztem, múltkor volt egy ilyen habi sikersztori a 25 év alatt, hogyan jutottak el egy garázsszékből egy masszőr, aki asztalosnak és kártékosnak állt, hogyan építették Európában, azt gondolom, hogy egyedülálló minőséget képviselő masszázs asztalgyárat. És viszont jön a kérdés, mert volt, hogy a jó árérték arány is megengedhetem én magamnak ezt a minőségi kategóriát, hogy gondoltam, hogy számoljuk egyet együtt. Már a szünetben tartottam közéleg kutatást, hogy körülbelül milyen
árakon masszíroztok, és nagyjából úgy jött ki, hogy egy órás masszázsról 5000 forintra számolunk, akkor még kérjék egy visszajelzést, hogy az úgy nagyjából átlag. Akkor, hogyha egy hobby masszőr veszünk, aki napi két masszást vállal 5000 forintért, akkor annak bevétele 10000 forint. Ha egy intenzívebb masszás végző masszőrről van szó, aki ebből él, annak a napi bevétele 30000 forint is lehet. Ha megnéztem, hogy a piacon elérhető legolcsóbb ágy most 25900 forintért kapható, ezt megnézem a megkerülési időt, akkor a hobby masször is 2,5 nap alatt megkeresi rá az árát. Jó, most ne számoljuk az, de nincs rezsiköltség, nincsen semmi, nem kell megérni a masszőnek, nem eszik, nem iszik. Tehát azt mondta, hogy visszakeresem a masszázsárium árát, tehát ugye ez a célja, és akkor 2,5 nap alatt még akár víz nélkül is kibírja. Ha intenzíven masszíroz rajta, akkor egy nap alatt visszajött az ára. És akkor nézzük meg a három ágyat, amit elhoztam, a Fagoló, Kuno, mondjuk ezt is egy hobby masszőr veszi, akkor 4,5 nap alatt már visszakereste az árát, és a luxus kategóriából elhozott Guru Plus-t, vagy a Smart-ot, akkor itt nézzük a intenzíve masszást, mert ezt tényleg profi masszőrök alkalmazzák, és 3 vagy 6,5 nap alatt visszajön az ára. Hát, ha meggondoljátok, ezt nem napokra, nem is hetekre, nem is hónapokra, és a Fagoló és a Havis Márcák azon nem is évekre, hanem akár egy életre veszitek, akkor nagyon gyorsan megtérül a befektetés, és hát ez a masszőrnek az alapeszköze. És amelyik esetet volna elég meggyőző, akkor még mondom, tegyük fel a kérdést, hogy mi a fontosabb, és érdemel, mert nem kell bekiabálni, mindenki maga válaszolja meg, hogy érdemes-e most megsporolni pár ezer forintot, vagy fontosabb a vendégek kényelme és biztonsága, érdemes megsporolni pár ezer forintot, vagy fontosabb a jó hírneved, ugye mit fog szólni a vendégek egy olyan asztalon masszik azod, ami recseg, ropog, nyikorog, nem biztonságos, lefakadhat alatta. Fontosabb megsporolni pár ezer forintot, vagy vásárolni jó minőségű asztalt, amiben nagy száma és rendszeresen visszatérő vendégkört tudsz kialakítani. Végül érdemes megsporolni pár ezer forintot, vagy nyugodtan masszírozni egy időtálló és tartós asztalon. Gondolj csak bele, hogyha elromlik az asztal és kénytelen vagy megszereltetni. Ugye van 30 napja általában a forgalmazónak, hogy ezt megtegye, hogy ezt mondod, veszel egy új adaptőr és 2-3 nap, amire odaér a új asztal, hogy ez alatt hány vendéget kell lemondj, és hány ezer euró bevételt, hány ezer forint bevételt törvesen. Ha 5000 euróért masszírozol, akkor az, amit mondtam, ha nem, akkor forintba értendő. Ezeket a videókat már nem vetítem le, de szívesen elküldöm, vannak nagyon jó videótesztek a Havisnál, hogy nem bírja az 1500 kg-os terhelés például, vagy a több száz kilós dinamikus terhelést, és milyen tartósági tesztek vannak. Hától a kolléganőknél meg tudjátok adni a elérhetőséget, és nagyon szívesen elküldöm ezeket a videókat, ha meg szeretnétek tekinteni. Mindenesetre köszönöm a figyelmet, sajnálom, hogy hosszabbra nyújt a reklámok, mint tervező volt, remélem, hogy hasznos volt. A kiállított asztalokat kedvezményesen meg tudjátok vásárolni, illetve hogyha kiállításon rendelitek meg, akkor is magas kedvezményben részesültök. Ha nem tudjátok eldönteni, de tudjátok, hogy egyszer valamit akartok venni az életbe, akkor is adjátok az e-mail címet és küldök kedvezményes kupont. Nagyon szépen köszönöm még egyszer, hogy itt lehettem és elmondhattam, és köszönöm a visszajelzéseiteket, gyertek és próbáljátok ki az asztalokat.